Ezzel a videóval egy új sorozatot indítok. Ennek az új sorozatnak a témáját ti szavaztátok meg, az inzulin rezisztenciáról lesz szó. Ez az egész több részes sorozat az inzulin rezisztenciáról fog szólni, ami egy nagyon-nagyon gyakori kórállapot. Nekem kb. Ugye a klienseim 80%-a inzulin rezisztens, nagyon sokakat érint, fiatalokat, időseket, nőket, férfiakat, normál súlyúakat és elhízottakat egyaránt, úgyhogy nagyon sok az érintett, persze elhízottaknál sokkal gyakoribb, de még normál súly esetén is előfordulhat az inzulin rezisztencia. Ebben az első videóban az inzulin rezisztencia alapjairól lesz szó, megalapozzuk a tudást, a többi részben pedig konkrét, bizonyítottan hatásos kezelési módokról. Be fogok mutatni összesen 5 féle módszert, amivel az inzulin rezisztencia csökkenthető. Ez 5 tudományosan bizonyítottan hatásos módszer lesz, amit a gyakorlat is igazol, ezeket a stratégiákat én alkalmazom a klienseimnél, tényleg működnek. 5 dologról lesz szó, ezeket most elmondom, de a mai alkalommal nem megyek bele részletesebben egyikbe se. Szóval az 5 bizonyítottan hatásos inzulin rezisztencia csökkentő módszer a következő. Az első a megfelelő étrend. A második a megfelelő testedzés. A harmadik mentő. A harmadik bizonyos gyógyszerek alkalmazása, a negyedik bizonyos étrend kiegészítők használata, az ötödik pedig egészen egyszerűen a fogyás. Úgyhogy ez az 5 stratégia, amiről részletesen is szó lesz a további részekben, ma azonban megalapozzuk a tudásunkat, úgyhogy ma el fogom mondani az inzulin rezisztencia alapjait. Kezdjük azzal, hogy egyáltalán miért alakul ki az inzulin rezisztencia. Nos, elég sokféle tényező játszhat szerepet abban, hogy az inzulin rezisztencia kialakul. Ezek közül elmondok néhányat. Bizonyosan egy genetikai hajlam lehet az inzulin rezisztenciára, hogyha a te családodban sok a kettes típusú cukorbeteg, akkor nagyon valószínű, hogy te hordozod az inzulin rezisztenciára hajlamosító géneket. A másik nagyon jelentős dolog, a túlsúly, főleg a hasi elhízás. Minél több zsír van itt a tested közép régiójában, annál nagyobb valószínűsége van annak, hogy inzulin rezisztens vagy. Ez nem jelenti azt, hogy vékonyabb alkatúaknál nem lehet inzulin rezisztencia, de náluk azért ritkább. A harmadik dolog, az étrend természetesen szerepet játszik az inzulin rezisztencia kialakulásában, erről még lesz szó. Az ülő életmód szintúgy, csak úgy, mint bizonyos gyógyszerek. Például vannak olyan fogamzásgátló tabletták, amik inzulin rezisztenciát okozhatnak, vagy például bizonyos szteroid hormonok, a kortikoszteroidok is kifejezetten inzulin rezisztenciát fokozó hatásúak. A stressz, az alváshiány szintén szerepet játszhat, csak úgy, mint a dohányzás, illetve vannak olyan betegségek, amikkel gyakran társul az inzulin rezisztencia, ilyen például a policisztás ovárium szindróma, vagy röviden PCOS, nagyon sokakat érint, és nagyon-nagyon gyakran, kb. 70%-ban a PCOS-es nők inzulin rezisztensek is. Szóval nagyon sok oka lehet az inzulin rezisztenciának, ennek egy része befolyásolható kockázati tényező, mint például a dohányzás, vagy az ülő életmód, az étrend, stb. Ezek ellen lehet tenni, és kell is. Aztán van olyan, mint a genetikai tényezők, amikre sajnos nincs befolyásunk annyira, egy picit azért van, mert ma már tudjuk az epigenetikai kutatásokból, hogy a génjeink kifejeződésére is hatással van az életmódunk. Tehát a génjeid nem a sorsod, hogyha megfelel az életmódod, az is lehet, hogy bizonyos genetikai hajlamok soha nem fognak nálad betegséget okozni. Úgyhogy van beleszólásunk.
Nagyon jó lenne, ha meg tudnánk előzni az inzulin rezisztenciát, de ha már kialakult, akkor is nagyon sokat tehetünk ellene, és lehet azt kezelni, ezért van ez az egész sorozat. Mielőtt belemegyek abba, hogy elmagyarázzam, mi is az az inzulin rezisztencia, azért elmondom a tüneteit. Az inzulin rezisztencia szubjektív tünetei, amiket magadon tudsz diagnosztizálni, a következő. Az első a hízás. Ha könnyen hízol, főleg a hasadra, viszont nagyon nehezen tudsz fogyni, vagy ha fogytál és világgyorsan vissza tudod szedni a leadott kilókat, az már egy gyanús jel, ez jelenthet inzulin rezisztenciát. Másik tipikus jel az, hogy folyton a szénhidrátos élelmiszereket kívánod. Nagyon nagy a szénhidrát éhséged, legszívesebben egész nap csak szénhidrátokat ennél, reggelire mondjuk eszel szendvicset, és lehet, hogy 2-3 óra múlva már kopog a szemed, újra szénhidrátokra vágysz, eszel valami müsli szeletet, aztán délben már megint vágysz a szénhidrátokra. Egész nap újra és újra a szénhidrátok iránt így vágy megjelenik, illetve az éhség. A fokozott éhség jellemzően 2-3 órával az étkezést követően. Vagy például az, hogy az energiaszintet hullámzó. Ugye az energiaszint és a vércukorszint az meglehetősen jól aránylik egymáshoz. Tehát ha a vércukorszinted az így hullámzik, nagyon valószínű, hogy az energiaszinted is hullámozni fog, és például ebéd után úgy érzed, hogy legszívesebben kidőlnél, nagyon fáradt vagy. Ja, és hogyha esetleg nem jutsz ételhez 2-3 órán belül, akkor ideges leszel, ingerlékeny leszel, sőt, akár rosszul létig is elmehet ez a dolog, akár remegés, akár verejtékezés, akár fejfájás, szédülés jelentkezhet. És ha valaki az utadba áll, az meg fogja bánni, mert nagy jellemző ilyenkor az, amit angolul úgy hívnak, hogy hangry. Hangry a hungry és az angry szavakból mixelték össze. Azt jelenti, hogy éhes és ideges, ingerült egyszerre. Ez nagyon jellemző az inzulin rezisztensekre, amikor leesik a cukruk. És még egy jel van, ez egy bőrtünet. Az a neve, hogy acanthosis nigricans. Ez lényegében ilyen sötét bőr elszíneződés, ilyen barnás, feketés bőr elszíneződés jellemzően a nyakon, itt a tarkótájékon jelenik meg, illetve a hajlatokban, akár itt ebben a hajlatban, a hónajban, a lágyéknál, ilyesmi helyeken. Ha ilyen sötét bőr elszíneződésed van, az is inzulin rezisztenciára utalhat. Tehát ezek az inzulin rezisztencia árulkodó jelei, de természetesen vannak olyan diagnosztikai vizsgálatok, amiket az orvos felírhat számodra, amikkel objektívebb módon is be lehet lőni az inzulin rezisztenciát. Ezekről most nem lesz szó részletesen, hiszen én nem vagyok orvos, a diagnosztizás nem az én asztalom, de említés szintjén azért elmondom, hogy milyen vizsgálat lehet hasznos. A legalapvetőbb az éhomi vércukor és inzulin szint vizsgálata. Hogyha inzulinrezisztens vagy, akkor már reggel, mikor felkelsz és még semmit nem ettél, akkor is magasabb lesz az inzulin szinted, és ha ez már egy előre haladottabb inzulinrezisztencia, akkor a vércukor szinted is valószínű magas lesz. Ebből a két mutatóból számolják ki az úgynevezett HOMA indexet. A HOMA index például egy ilyen diagnosztikai eszköz inzulinrezisztencia esetén. De amit sokkal gyakrabban használnak manapság, főleg PCOS-ben, az a cukorterheléses vizsgálat, vagy orális glükóztolerancia teszt. Ez lényegében arról szól, hogy éhgyomorra el kell fogyasztani egy pohár vízben feloldott 75 g glükózt. 75 g cukrot. Ezt gyorsan el kell fogyasztani, ezt megelőzően és ezt követően is többször vért vesznek, és a vérből nézik a vércukor és inzulin szintet, és ebből egy jó orvos meg tudja állapítani, hogy vajon inzulin rezisztenciád van-e. Na most a referenciaértékek körül hatalmas vita folyik, mert nincsen egy konszenzus arról, hogy pontosan milyen inzulin szint esetén kell
azt mondani, hogy inzulinrezisztens valaki, tehát ez egy érdekes terület, amiben most nem is mennék bele, de van erről egy cikkem, hogyha érdekel, a videó alatt megtalálhat hozzá a linket. A mi szempontunkból most az a lényeg, hogy az inzulin rezisztenciának vannak szubjektív tünetei, és lehet ezt vizsgálni is, hogyha pedig te inzulin rezisztens vagy, azt javaslom, nézd meg ezt a sorozatot, minden részt, mert az inzulin rezisztencia veszélyes. Az inzulin rezisztencia nem kis probléma, hanem egy olyan kor állapot, ami nagyobb bajokhoz is vezethet. Az inzulin rezisztenciát prediabetesnek is szokták hívni, hiszen az inzulin rezisztencia a cukorbetegség előszobája. Mire valakinél diagnosztizálják a kettes típusú cukorbetegséget, előtte évekig, sőt, akár évtizedekig is jelen lehet inzulin rezisztencia. A cukorbetegség lassan alakul ki, progresszívan. Tehát, ha valaki inzulin rezisztens és nem foglalkozik vele, vagy csak bevesz valami gyógyszert, aztán kész, hát elképzelhető, hogy mondjuk 10 év múlva, vagy ki tudja, akár hamarabb is, cukorbeteggé válik. És lehet, hogy akkor már inzulinra lesz szüksége, élete végéig talán. A cukorbetegségnek meg a rengeteg szövődménye lehet, ami akár halállal is végződhet, nem játék. És ez csak egy következmény a cukorbetegség. Az inzulin rezisztenciával együtt jár a szív- és érrendszeri betegségek fokozott kockázata is. Bizonyos daganatos betegségek fokozott kockázata is, sőt, még az Alzheimer korral is összefügg az inzulin rezisztencia, tehát egy olyan problémáról van szó, aminek sokrétű hatása lehet az egészségedre. Nem érdemes ezt elhanyagolni, oda kell figyelni, és tenni kell azért, hogy kezeld ezt az állapotot. Én pedig azért vagyok itt, hogy ebben segítsek neked. És ezt meg is fogom tenni a további részekbe, de ma szeretném, ha megértenéd, hogy pontosan mi is az az inzulin rezisztencia. Úgyhogy a folytatásban megpróbálom neked szemléletesen bemutatni és elmagyarázni az inzulin rezisztencia jelenségét. Kezdjük azzal, hogy mi is az az inzulin. Az inzulin szemléltető példámban ez lesz, az inzulin olyan, mint egy kulcs. Az inzulin egy hormon. Ezt a hormont a hasnyál mirigyet termeli. Ennek a hormonnak nagyon fontos szerepe van az anyagcserében. Nem csak a szénhidrát anyagcserében, hanem a fehérje és zsír anyagcserében is. Inzulinra van szükség ahhoz, hogy életben tud maradni, tehát ez egy létfontosságú hormon. Ha valaki például egyes típusú cukorbeteg, az ő hasnyálmirigye egy idő után nem képes ilyen hormont termelni. Ez egy autoimmun betegség, megtámadja a szervezet a saját hasnyálmirigyét, és az egyes típusú cukorbetegek nem képesek inzulint termelni, ezért kell neki inzulin injekcióval pótolni. Az inzulin tehát egy létfontosságú hormon, ami a megfelelő dózisban nagyon szükséges. Ha nincs elég inzulin, az akár halálos is lehet. Hogyha viszont túl sok az inzulin, az is egészségkárosodáshoz vezet. Tehát ez a hormon a megfelelő mennyiségben szükséges. Tehát, mi a feladata? Mi a feladata ennek a hormonnak? Az inzulin fő feladata a vércukorszint csökkentése. Hogyha elfogyasztasz egy szénhidrátban gazdag ételt, akkor az ugye meg fog emésztődni, és a szénhidrát felszívódva megemeli a vércukorszintedet. És vannak a sejtek. Ez fogja most szemléltetni a sejtet. Ez a sejt szeretné felvenni a vérben lévő cukrot, hogy energiát nyerjen belőle. Csak hogy ez a sejt így nem tudja felvenni a cukrot. A sejt ajtaja zárva van. Ahhoz, hogy ez a sejt fel tudja venni a cukrot,
szükség van egy kulcsra. Ugye? Az inzulin. Az inzulin az a kulcs, ami a sejt ajtajának zárjához tud kapcsolódni, és ki tudja azt nyitni. Tudományosabban az a helyzet, hogy a sejten található inzulin receptor. Az inzulin receptorhoz kötődik, normál esetben, és az inzulin be tudja juttatni a vérben lévő cukrot a sejtbe. A sejt pedig örül és felhasználja ezt a cukrot. Ez az inzulin fő feladata. Ezentúl az inzulinnak más hatásai is vannak, például az inzulin elősegíti azt, hogy az izmok, az izom sejtek felvegyék az aminosavakat. Úgyhogy az inzulinnak anabolikus hatása is van. Régebben mi testépítők is használtak inzulint anabolikus segítségként, tehát azért, hogy jobban tudjon épülni az izmok. Tehát ez is ez pozitív hatás, hiszen az jó, hogyha az izom fel tudja venni az aminosavakat, és tud fehérjét előállítani belőlük. Az inzulinnak pedig van még egy harmadik nagyon fontos feladata, vagy hatása, ez pedig az, hogy az inzulin fokozza a zsírraktározást. Az inzulin egy zsírraktározó hormon. Ezért is van rossz híre, mert az sok inzulin sok zsírraktározáshoz vezet, vagyis hízáshoz. Ezért van az, hogy inzulin rezisztenciában könnyű a hízás. Na de erre még vissza fogok térni. Most nézzük meg, hogy mi történik inzulin rezisztenciában a szervezetedben. Mondjuk tegyük fel, reggelire megettél egy szendvicset. A szendvics meg fog emésztődni, és a vékony bélből fel fognak szívódni a tápanyagok. A felszívódott szénhidrátok, ugye a cukrok, megemelik a vércukorszintet, és a vérben lévő cukor szeretne bejutni a sejtbe. A sejt szeretné felvenni, szeretne energiához jutni. Igen, ám, de ugye nem tud bejutni, ezért a szervezet inzulint termel. Hogyha megemelkedik a vércukorszint, megemelkedik az inzulin szint is, az inzulin pedig kötődik a sejt receptorhoz, kinyitja az ajtót, és fel tudja venni a sejt az inzulint. Igen ám, de inzulin rezisztenciában a sejtek ellenállóvá válnak az inzulin hatásával szemben. Úgy is mondhatnám, hogy ez a kulcs nem tudja kinyitni ezt a zárat. A receptorhoz nem tud annyira oda kötődni, hogy ki tudjon nyílni az ajtó. Ez az inzulin rezisztencia. A sejt ellenállóvá válik az inzulin hatásával szemben. Például, hogyha egy egészséges emberről beszélünk, most ez egy egyszerű példa, tegyük fel, hogy egy inzulin kulcsocska be tud juttatni a sejtbe mondjuk 2 glükóz molekulát. Tehát mondjuk a reggeli elfogyasztása után termelődik mondjuk 20 inzulin kulcs, ami be tud juttatni 40 cukrot. Igen ám, de mi van inzulin rezisztenciában? Mivel az inzulinnal szemben ellenálló a sejt, ezért mondjuk az a 20 inzulin talán csak 10 cukrot tud bejuttatni. Mi történik? Magas marad a vércukorszint. És mi van, ha magas a vércukorszint? A szervezet még több inzulin termel, hogy ez a több inzulin már valahogy oldja meg ezt a problémát. Több inzulin valahogy egy kicsit több cukrot be tudtaná juttatni a sejtbe, de az se tragédia, ha nem mindet. Van ugyanis egy másik hely, ahova az a felesleges cukor elraktározódhat. Mi ez a hely? A zsírraktárak. A zsírraktárak. Hogyha nagyon magas az inzulin szint, ugye az inzulin zsírraktározó hormon, el fogja érni azt, hogy a felesleges cukor átalakuljon zsírrá a májban, és raktározódjon a zsírszövetben.
Érted? Arról van tehát szó, hogy egy egészséges emberben, hogyha megeszi ezt a szénhidrátos reggelit, az inzulin primán be tudja juttatni a sejtbe a cukrot, a sejt pedig felhasználja energiaként. Viszont az inzulin rezisztens szervezetben ugyanazt a reggelit megeszi, tehát nincs is benne sok kalória, sovány margarint, meg sovány sajtot, sovány felvágottat tesz a teljes kiörlésű kenyérre az illető. Igen ám, de ez meg fog emelni a vércukorszintjét, így is úgy is, és nem csak annyi inzulin fog termelődni, mint egy normál emberben, hanem lehet, hogy kétszer annyi, vagy háromszor annyi, vagy még többször annyi. És ez a nagyon magas inzulin szint az, ami fokozza a zsírraktározást. A felesleges cukor zsírként fog raktározódni. Ezért van az, hogyha inzulin rezisztens vagy, nagyon nehéz lehet számodra a fogyás, pláne szénhidrátban gazdagabb étrenddel. Előfordulhat, hogy talán nem is eszel sok kalóriát, de mivel annak jelentős része szénhidrát, az a szénhidrát magas inzulin szintet fog eredményezni, és a magas inzulin szint a zsírraktározásnak kedvez. Erről van tehát szó, remélem, hogy ez így érthető volt számodra. Az inzulinrezisztencia tehát magas inzulin szinthez vezet, a magas inzulin pedig fokozza a zsírraktározást. És a nagy baj az, hogy a fokozott zsírraktározás ugye hízáshoz vezet, és a súlytöblet, a nagyobb zsírraktárak tovább fokozzák az inzulin rezisztenciát. Ez egy ördögi kör. Minél inzulinrezisztensebb vagy, annál könnyebben hízol, minél többet hízol, annál inzulinrezisztensebbé válsz. Ez egy ördögi kör, hogyha nem avatkozol közbe, egyre rosszabb lesz a helyzet. Úgyhogy kérlek, nézd meg a többi részt is, és legyél proaktív ebben a dologban, tegyél az egészségedért, mert sok minden van, amit meg tudsz tenni azért, hogy ezt az ördögi kört leállítsd, és az inzulin rezisztenciádat tud csökkenteni, vissza tud fordítani ezt az állapotot, és ezáltal a súly felesleget végre le tud adni, és jelentősen javíthatsz az egészségedet. Én ebben szeretnék segíteni a folytatásban. Ha nem szeretnél lemaradni egy részről sem, akkor iratkozz fel a csatornámra, hogyha biztosra akarsz menni, akkor azt a kis harangocskát is kapcsold be, és akkor értesítést is kapsz, ezt a YouTube-on tudod megtenni. Úgyhogy tarts velem a folytatásban, jövő héten jön a következő rész, ami a megfelelő étrendről fog szólni.